sokan nem csupán egy tárgyat, hanem egy komplett hagyatékot ajánlanak fel műgyűjtőknek, akikre óriási felelősség hárul a valódi értékek felismerésében és megőrzésében is. Következő vendégem Európa egyik legpatinásabb galériáját üzemelteti, és maga is sokszor szembesült már azzal, hogy a legtöbb örökösnek fogalma sincs, hogy milyen kincsek birtokában van. Érkezik Maklári Kálmán. Kámen, mennyire tudatlanok az emberek az őseik vagyonával szemben? Én azt veszem észre, hogy már az is problémát okoz, hogy a nagymama antik bútoraival mi lesz. Tehát annak is fiktív értéke van, hogy így mondjam. Hát nagyon sokszor az érzelmi kötődés azért egy olyan beállítottságot okoz, hogy sokkal többre gondolják, amit ér, és amire is sokat ér, annak meg nem tudják az értékét. Tehát ezt mindenféleképpen muszáj, hogy az ember tájékozódjon még életében, persze, tehát ne hagyja ezt hátra, de amit az előbb szó volt, hogy mondjuk 70 évesen kötni végrendeletet, én már kötöttem, csináltam végrendeletet. Persze az ember utazik a világba ide-oda, bármikor beütet egy krakt, és hogy az embernek van egy gyűjteménye mondjuk, aminek van egy bizonyos értéke, persze ez még fiatal is lehet arról gondolkozni, hogy mi legyen vele, hogyha bármi probléma van. Bár a nap már ritkábban mosolyog ránk, a D-vitamint könnyen visszacsempészhetjük a mindennapokba. Készülj fel a térre a HSC Plus gyümölcslevek extra vitaminjaival. De nagyon sok ember tényleg nem tudja. Tehát egy nem szállóigék vannak, sztorik. Amerikában valaki besietett egy ilyen thrift store-ba, $5 vett egy összecsorgatott festményt, és kérdezett, hogy Jackson Pollock, és $30 millió ért. Tehát Magyarországon is vannak ilyenek, hogy kollégák mondják, hogy lomtalanítás volt az 5. kerületben, és olyan bútorokat találtak, ami több ezer eurót ér esetleg. Kozma bútorok mai napig kidobnak ilyeneket. Tehát mindenféleképpen érdemes, hogyha úgy gondolják, hogy van valamilyen dolog, ehhez nem kell igazságügyi szakértő, elég, hogyha a galériásokkal beszél. A legtöbb galériásnak van hozzáférése olyan adatbázisokhoz, amik fizetősek, de rajta vannak az aukciós eredmények. Tehát bútornál és festményen, szobroknál meg lehet nézni, és mindig érdemes elmenni nem egy galériáshoz, mert sok csibész van egyébként a szakmában, hanem kettőt hármat megkérdezni, és akkor kap egy olyan képet róla, hogy mit érhet. Még mindig van meglepetés? Mondhatok két példát. Például volt egy magyar származású festő, Szóbel Géza, aki Párizsban 50-es évei végén meghalt, egy infarktus kapott, amikor az autójába szállt be, és az özvegyre rászakadt több száz kép, és berakta aukciókra. 3 aukció volt csak az ő képével, szétszóródott a világba, semmi ára nem lett. Most próbáljuk összeszedni ezt a hagyatékot a világ különböző részéből, és most már kezd egy kicsi ára lenni, de egy nagyon fontos művész volt, Szonya Delaunay-val dolgozott együtt. A másik ellenpélda pont mondjuk a Hantai Simon családja, ahol 5 gyerek örökölt az egész hagyatékot, és ők nagyon-nagyon vigyáztak erre az egészre. Hogy egybe tartsák, és pont most ez egy nagyon új hír, egy pár napja jött ki, hogy a világ egyik legfontosabb galéria, Gagosian kötött velük szerződést, ő fogja képviselni a családot és a művészt, tehát kvázi megvásárolt a hagyatékot és az összes jogot hozzá, viszont ez azt fogja eredményezni, hogy eddig is Hantai az egyik legdrágább magyar művész, aukció 4,4 millió euróért ment el a legdrágább képe, de egy ilyen szintű galéria, aki Jeff Koons-tól egy csomó mindenki képvisel, tehát valószínűleg egy nullát majd hozzá lehet rakni az egész. Tehát a képeket. Szóval, hogy ez egy befektetés, csak ezt akarom mondani annak, aki foglalkozik vele. Nem mindegy, hogy ki foglalkozik vele. De ez a könyvvel is így van, tehát a könyveknek az értéke is. Hát a könyveknek egyáltalán nincs most értéke. De most én mind retro könyvekről beszélek, tehát és van nekem egy Pál utcai fiúk könyvem, Molnár Ferenc aláírásával első kiadás. És én annak idején egy olyan 25 éve 500 forintért vettem, semmiért. Bementem egy vére, és mondta, jaj, de jó, szeretem Molnár Ferencet, és most nézem a hirdetést, 24 ezer forint egy ilyen könyv, tehát valamelyik, persze ez nem olyan összeg, persze, mint egy festmény, vagy egy műbútor, hanem azért ezeknek az értéke is lehet, hogy majd divatba jön megint a régi könyvek, mert a régi mobilokat nem fogják ugye elárulni, de a régi könyvek azok lehet, hogy visszatérnek. És mi van a nálad lévő, nem akarom, hogy kiad, csak hogyha van olyan, hogy mint a Molnár Ferenced, hogy van-e olyan értéktárgyad, amiről úgy gondolod, hogy az...
Hát ezt valakire kéne hagyni. Olyan értéktárgyaim, hát a könyveim, mert ez a pici, a Máté az érzékeny erre, a nagy az nem érzékeny erre a könyvekre, tehát ő gondozza. Akkor vettem, mit tudom én, ezen sokan mosolyogtak, a Kádár hagyatékba vettem egy vázát. Aha. Fillérek voltak 3000 forint, és most már többen érteklődtek, mert lejött ki fényképbe, hogy ez a Kádár szobájában volt. De én ezzel az erővel bárki híres embernek, akár politikus, színész, író, megvenném a tárgyát, mert az embernek ad egy ilyen retro feelinget, ha már hazabeszélek, egy ilyen tárgynak a birtoklása. Hát egy dedikált könyv persze, hogy attól függ, hogy ki dedikálta, többet ér, de hát ilyen hagyatékokban például, emlékszem, hogy 2 évvel ezelőtt volt körülbelül a David Bowie-nak a hagyatéki áverés, és rengeteg bútor, több minden csészék, minden volt, és nem is volt drága. De mi, ahogy David Bowie gyűjteményéből jött, hát rettenetes árak lettek, tehát egy csész, amit 50 fontra esztimáltak, 5000 font lett. Tehát igen. Ott, hát a proverencia az a festményeknél is mindig nagyon fontos. Azt mondta, hogy már írt végrendeletet. Igen. Ön is írt már végrendeletet? Én írtam végrendeletet. De meg is osztotta a családjával, vagy ez meglepetés lesz? A párom tudja, de nem. Egyszer pont Brüsszelbe állítottam ki, utaztam ki, és egy nappal előtte jutott eszembe, hogy akkor volt pont egy évvel azelőtt, hogy az egyik ismerősének az unokája meghalt egy ilyen metrótám robbantásnál. Meg hát az ember, én kocsival megyek itt Európánból nagyjából mindenhova, mert bármikor jött egy telefon, hogy el kell mennem egy másik címre képet nézni. Szóval én ezt megszoktam, és akkor úgy eszembe jutott, hogy tényleg bármi lehet. És van egy aránylag komoly gyűjteményem, egy csomó minden, azt se tudják, hogy mi, hol, meddig. És akkor elszaladtam az ügyvédemhez egy nappal előtte, és akkor összeraktunk egy gyors, hogy a 3 gyerekkörről és a páromról, tehát tudják, hogy én mit gondolok. De én például úgy csináltam a végrendelemet, hogy nem is tudjanak eladni pár évig semmit. Aha. Tehát ne tudják azt megcsinálni. Tehát még későbbre is gondolt, tehát arra is gondolt, hogy ne kövessenek el hibát. Igen, mert mondjuk a festményeknél az muszáj, hogy nem szabad elsietni a dolgot. Bizony. Tehát mindenkinek azt mondom, hogy legalább 2-3 emberrel beszéljen, sőt van egy nagyon jó barátom, aki kliensem is volt, egy komoly gyűjtő, és megbeszéltük, hogyha bármelyikünkkel történik valami, akkor segít. Aha. Tehát hogy ne az, hogy kirakják egy aukcióra, egy no-name aukcióra, és akkor valami bejön, amikor tudjuk, hogy ez sokkal többet ér. Ne herdálódjon el az, amit magam összeszólják, hogy nem. Az örökösökkel nem egyeztetett végrendeletek megtámadhatók. A perekben legtöbbször az elhunyt mentális egészségére hivatkoznak, ez azonban utólag már csak nagyon nehezen bizonyítható. Ügyvéd meghívottam azonban mindenek ellenére, már több ilyen látszólag bedőlt pert is megnyert. Szólítom Magyar Györgyön. Milyennek kell lenni egy rendes végrendeletnek? Mi fogadható el, mi nem fogadható el? Ha én kézzel írom, nincs tanúm, az például elfogadható? Igen. De Honda, hogy bizonyítjuk, hogy az az én kézírásom, amikor már kidőltem? Már tetszik rajta vitatkozni később, nem valószínű ez. Nem valószínű. De annak azért van realitása, hogy megtámadják a végrendeletet, és azt mondják, hogy... Bolond volt az öregasszony. Na, ez a legjellemzőbb. Igen. Hát nem konkrétan a műsorvezető nőre vonatkoztatható. Hát azt meg már régről tudjuk. Viszont ez valóban gyakori, és jó, hogyha most erről beszélünk egy pár szóban, hogy legtöbben azzal támadják a végrendeletet, most mindegy, hogy holográf, tehát saját maga írta, avagy két tanú előtt írta, avagy esetleg közokiratba foglaltatta. Ezt majdnem mindegy abból a szempontból, hogy sok örökhagyó vonatkozásában azt mondják az örökösök, különösen akik kimaradnak a hagyatékból, hogy nem volt beszámítható. És ezt utólag bizonyítani most, legalább olyan komplikált. Most innen kezdődik a tánc, mert a közjegyző nem tud itt igazságot tenni, nem ez a foglalkozása, elmennek pereskedni. Rossz érzés, amikor hozzátartozók pereskednek, de gyakori. Igen. És ott hivatkoznak erre a tényállási elemre, nevezetesen, hogy nem volt beszámítható. Na most ezt a bíró sem tudja megállapítani, szakkérdés. Hogy lehet a szakkérdéseket elbírálni? Szakértőt kell, igen, meg orvos szakértő. De hát már... Na hát az orvos szakértő megint csak az iratok alapján, a rendelkezés álló kórismék alapján, különböző dokumentációk alapján próbálja kikövetkeztetni, hogy az örökhagyó akkoriban beszámítható volt vagy sem. És most mondom a lényeget.
ha a hagyatékot, mondjuk ő a végrendeletet megírta október 23-án, akkor az október 23-ai elmeállapotát lehet csak figyelembe venni. Az október 19-es és az október 31-es nem játszik. Na, de akkor nekem minél hamarabb kéne végrendeletet írnom. Nekem minél most kéne végrendeletet írni. Ameddig most még viszonylag látszik, hogy izé van, egybe vagyok. Nem? Hát, hogyha biztos akarok lenni a dolgomban, akkor az is jó, és sokszor előfordul, hogy orvosi véleményt teszünk a végrendelet mellé. Az még jobb. Aha, ezt mi ügyvédek szoktuk ezt tanácsolni, és azt mondani, hogy akinek van egy kis kételj, én például nem ülök le végrendeletet alkotni, akkor, hogyha látom, hogy az örök hagyó 88 éves, és úgy hozzák be, hogy tessék szívesen megírni a végrendeletet, akkor kérek egy orvosi dokumentációt, hogy tudatánál van, szellemi képességével rendelkezik, és szabad akaratából teszi. Jó, tehát akkor lehet az, Gyuri, lehet az, hogy ügyvéd előtt, igaz? Lehet az, hogy közjegyző előtt, lehet az, hogy saját kézzel, lehet az, hogy saját kézzel tanuk előtt. Úgy van. Lehet az, hogy számítógépen tanuk előtt. Úgy van. Ez ugyanolyan értékű? És még létezik szóbeli is, de annak már pici az esélye. Szóbeli fél. De akkor rögtön meg kell halni utána. Nem, mert ha szabad választani, akkor ugye, igaz. Ugye, tehát akkor viszont meg kell halni utána, mert nem érvényes. Képzeljünk el egy közlekedési balesetet, valakit szerencsétlen módon edut a villamos, és ott van a kerekek alatt, akkor onnan kiszól, és azt mondja, hogy azt szeretném, hogy a hagyatékom legyen Dévényi Tibi bácsi. Igen, világos. Csak azt tévesztik el az emberek, hogy le kell tenni a megalkotott végrendeletet letétbe. Tehát nem elég, hogy otthon megírtam. És elteszem a szekrénybe. Mert jönnek, mert elhunytam, és jönnek a kedves rokonok, és valaki megteszi a zsebét. Vagy megtalálja, vagy nem találja meg, talál egy másikat, mert vannak örökhagyók, nem mindenki olyan odafigyelős, mint Tibi bácsi, vagy amilyen te voltál, hogy csak egyet alkot, vannak, akik sokat alkotnak. És azt is tudni kell az általános tudásból. Összevesztem a férjemmel, írtam egy másikat. Az is nagyon kellemes megoldás lenne, de ha ráhagyatkoztunk. Ám de az a fontos, hogy az újabb végrendelet megüli a régit. Aha. Tehát erre tessék odafigyelni. Aha. Tehát az előbbi példánál, ha október 23-án én alkottam egy végrendeletet, és a három gyermekemre és Tibi bácsira hagyatkoztam, és Gabikára, mindenkire hagyatkozok, aki ráér, akkor én ezt 31-én megváltoztathatom. És innen kezdve már csak a galériás lesz az örökösöm. Aha. Viszont azt hagyj kérdezzem már meg, hogy hallottam olyat, hogyha az ember esetleg egy videót felveszi saját magára, vagy egy hanganyagot csinál róla, és azt tudja, hogy valahogy dokumentálni, hogy a dátum mikor. Hogy ilyen lehet? Bizonyítási eljárásnak van lehetősége, és a bizonyítás ilyen értelemben korlátlan. De a végrendelkezésnek az írásbeliségét ez nem töri át. Tehát hanganyagon nem tudod elmondani, mert annak a valószínűségét... Én csak abban tudnám elmondani, én olyan szuggesztőben, sokkal jobban tudnám elmondani. Na, mert hozzá vagy szokva a televízió. Igen, tehát, hogy én, igen, hogy az örökül hagynám szóban. Igen, ez nem működik, mert a polgári törvénykönyv általános szabályai szerint, kivéve ez a bizonyos ritka eset, amikor éppen meg akarok halni, ahogy az előbb megbeszéltük, tehát amikor szóbeli végrendelet van, csak írásban érvényes. És ezeket a formákat mi már felsoroltuk. És van még egy biztonsági elem. Igen. Ezt még hagyd mondjam el. Nem feltétlenül a végrendelet a jó megoldás, mert az egy egyoldalú nyilatkozat. És az előbb már megbeszéltük, hogy az bármikor módosítható. Változhat a tartalma is. Kihagyhatok belőle, vagy tehetek hozzá is. A hagyaték tárgya csak az lesz, amikor meghaltam, és megvolt. Tehát a Tibi bácsi vagy te arról döntesz, hogy mi legyen egy festménynek a sorsa, az hiába mondod meg, hogyha nincs már meg, amikor te meghaltál, mert a gyermeked volt szíves időközben, vagy te magad értékesítettél. De hát az pipa, hát az akkor csak kihúzod. Igen, de a végrendeletben ott lesz, tehát nem lehet róla rendelkezni, nem lesz tárgya a hagyatéknak. Az világos, tehát igen. Most ezért mondottam, hogy erősebb változat lenne egy öröklési szerződés. Az mi? Az kétoldalú, az örökösömmel szerződést kötök. Szintén okiratba foglaltan, és ez már köti a feleket. Nem tudom én örökhagyó egy oldalon megváltoztatni. De akkor semmi meglepi nincs. Hát, nem hát is én ezt úgy képzelem, hogy hát azért legalább ennyi szerepünk legyen, ha már nem vagyunk, nem? Hogy rólunk beszélnek. Hát rólunk fognak beszélni. Hogy amikor felolvassák azt a végrendeletet, legyen valami meglepi benne. Hát ha én most mindent elmondok, hát akkor... Nem biztos, hogy ez a szórakoztatás vonatkozásaiban jelentkezik. Még van három testvérem. Mert hatalmas nagy vagyoni viták keletkezhetnek, különösen, hogyha nagy a hagyaték, de pici hagyatékon akarok is. Mi magyarok összetudunk veszni pillanatunk belül, két tyúkon is, ha ezen múlik. De ezért gondoltam, hogy az öröklési szerződés azért erősebb, mert megmásíthatatlan. Na de hát,
De ha én ettől, és mi van, és összeveszünk holnap, és akkor azt mondom, hogy tudod mit, a túrót fogom rád hagyni, és közben szerződtünk. Ha te megállapodsz velem, akivel kötöttél a szerződést, igen, akkor nincs akadály, hogy közösen felbontsuk. Vita közösen. Esetén, na, magyar, de ha ő szeretné azt, ami nekem bíróság van, én meg nem akarom. Magyar bíróság. Akkor be kell bizonyítani, hogy ő okot adott arra. Gyuri, miért jobb ez, mint ahogy elhunytam, és utána fátum van, és jobban járnak az ügyvédek, menni kell bíróságra. De tényleg, hát én értem, hogy ez, hogy óradíjban biztos, hogy jobb. De hát, Galériás úr, ez azért nem volt tisztességes részedről, mert hozzád is mindig el kell menni, ha meg kell állapítani hát valaminek persze, az értékét. Tehát így jövünk ki. De ügyvéd nem vehet részt azokban a perekben, amiben okiratot szerkesztett. Aha. Tehát ha egy ügyvéd végrendeletet írt bármelyikünknek, akkor nem vehet részt a jogvitában. Neked van végrendeleted? Nekem nincs végrendeleted. De nincs időd rá, vagy mi? Hát, nekem van 3 nagykorú gyermekem, 6 darab kiskorú unokám, túlélő házastársam, mert engem valószínűleg túl fog élni, mert olyan energiái vannak, hogy leköthetetlen, és akkor majd ők